Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a konferencián. Gondolom ez az előadás az, amit leginkább vártak, hiszen nem sokára következik a kávészünet. És engedjék meg akkor, hogy rövid és operatívan közöljem azt, amire felkértek, hogy hogyan oktatják Kárpátalján nálunk a gazdasági ismereteket. Mielőtt belekezdenék a gazdasági ismeretek oktatásának sajátosságai, engedjék meg, hogy elmondjam magamról azt, hogy 15 éve dolgozom pedagógusként, ebből második éve a Rákóczi Ferenc Főiskola tanáraként. Korábban középiskolai tanárként dolgoztam, végzettségem szerint földrajz és történelem tanár vagyok, tehát nem közgazdász. Miért kellett ezt elmondanom? Általában jellemző az Kárpátaljára, elég kis létszámú magyarság, magyar közösségről van szó, de annál összetartóbbak vagyunk, hogy minden feladatra magyar nyelvű szakembert kiállítani elég nehéz. Ezért a bevált gyakorlat szerint a gazdasági ismereteket, mint tantárgyat, leginkább a földrajztanárokra bízzák rá, hiszen úgy tartják, hogy a földrajztanároknak van hozzá a legtöbb köze az összes tanár közül. Ezt néhányan vitatják, sokan helyeslik. Képen egyébként az a két intézmény látható, ahol ezt a tantárgyat tanítottam. Az egyik, valószínűleg felismerik jobb oldalról, inkább az állami fenntartású intézmény. Hát sajnos ez jellemző az állam által fenntartott intézményekre. Nem igazán jut arra keret, hogy ezt rendbe tartsák. A másik egy alapítványi fenntartású felsőfokú szakképző intézet, amely a jelen, hát fiatal intézményről van szó, harmadik éve működik. Jelenleg bocsátunk ki először végzősöket ebből az intézményből, ahol többek között számvitelt is tanulnak a diákjaink. Milyen kerettervekkel dolgozunk? Ukrajna Oktatási Minisztériuma két típusú kerettervet dolgozott ki. Az első, vagy az alapterv, amit standard vagy akadémiai szintnek neveznek, ez minden középfokú oktatásban résztvevő iskola számára kötelező, így a magyar tannyelven oktató iskolák számára is, amelyből Kárpátalján összesen 99 darab van. Ide sorolom azokat is, amelyek kettős tannyelvűek, tehát a magyar-ukrán, illetve van egy darab magyar-orosz tannyelvű iskola is. A képen látható intézmény volt a magyar-orosz tannyelvű iskola. Ezek közül, az iskolák közül 45 darab középiskola van, ahol, vagy amelyből 42-ben magyar nyelven is tanítanak középiskolásokat. A második rész, ez a szakosított vagy szakosodott iskolák számára készült, ugye az óraszámokból majd fogják látni, hogy emelt óraszámban oktatott terv, amely már eleve nem egy, hanem két tanítási évre dolgoztak ki. Ezeket a terveket további kiegészítésekkel és ajánlásokkal látja el Ukrajna Oktatásügyi és Tudományos Minisztériuma. A jelenleg érvényben lévő tervek egyébként 2010-esek, várhatóan két év múlva fog változás bekövetkezni, mert most van kifutóban az új tantervük. Milyen óraszámokkal dolgozunk? Standard szint csak a végzősökre, az érettségizőkre vonatkozik. 11 osztályos képzéssel dolgozunk jelenleg, 11-eseink a végzősök, esetenként ugye a 8-os gimnazistákról is beszélhetünk. Ők hetente egy óra foglalkozásban hallgatnak gazdasági alapismereteket, összesen ugye 35 tanítási hetünk van. Szakosított iskolákban ez jóval magasabb óraszámban történik, amint látják 210 órában hallgatnak gazdasági ismereteket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tananyag sokkal bővebb lenne, majd fogják mindjárt látni. Az említett felsőfokú szakképzési intézetben az alapszintű vagy standard szintű tervet a következő elosztásban tanítjuk, vagy tanítom. Ebből 16 előadás, 10 gyakorlat és 26 önálló feldolgozás jut a középiskolásoknak, amelyet beszámolóval kell zárniuk. Némileg igazodva, vagy egy átmenetet képezve a közép- és felsőoktatás között. Milyen főbb témakörökkel foglalkozunk a képzés ideje alatt? Összehasonlítás kedvéért tettem be a szakosított tervet. Szakosított képzésben
magyar nyelvű középiskoláról nincsen tudomásom. Emelt óraszámban tanítják a gazdasági ismereteket, például a szakképzőintézetünkben is. Ott már közgazdászok foglalkoznak a diákok képzésével, tehát szerencséjükre nem csak a földrajztanároknak kell a tudására hagyatkozni. A témakörök nem túl változatosak, összesen 4, illetve 5 témakörrel találkozhatunk, itt az óraszámokban van jelentős eltérés. A kerettantervek 5, illetve 15 tartalék órát irányoznak számunkra elő. A tartalék órákon standard szinten meg kell valósítanunk az összes gyakorlati foglalkozást, amiből 7 darab van, és ezeken az órákon kell a tematikus értékeléseket is megejtenünk. Milyen gyakorlati feladatokkal találkozunk? A standard szinten 7 gyakorlati feladat van, mint ahogy említettem. A szakosodott szinten 12 a 2 évfolyam alatt, a 10. és 11. évfolyam alatt. Ezzel a továbbiakban már nem fogom foglalkozni. Mint említettem, a szakosított képzést, azt talán, ha lehetőséget kapunk rá, majd egy következő alkalommal elmondjuk. A gyakorlati feladatokról általában elmondható az, hogy szinte kivétel nélkül mind előre megszabott sematikus számítási feladatsorok megoldását jelenti, amelyet egy Chmelnyickyben gyakorló pedagógus kollega állított össze, és fogadtatta el a minisztériummal, és ezt tették kötelezővé számunkra. Ugye, fontos az, hogy a diákok számot adjanak a tudásról, hiszen valahogy értékelnünk kell őket. Kötelező értékelésként, amik megjelennek a tantervi követelményben, ez ugye a gyakorlati munkák elkészítése, amit említettem, 7 darab van belőle, tanítási órák keretén belül kell ezeket megvalósítani a tartalék órák terhére. Ezen kívül léteznek önálló feldolgozások. Az önálló feldolgozások száma nagyban eltérhet iskolánként. A felsőfokú szakképző intézetben nagyon sok az önálló feldolgozásra szánt téma. Ugye az előbb, ha még emlékeznek rá, 26 önálló feldolgozásra szánt órát említenek meg. Ez a középiskolákban, az állami fenntartású középiskolákban jóval alacsonyabb számban jelenik meg, mindössze fél évenként egy témát kell feldolgozniuk. Témazáró dolgozatokkal adnak számot a tudásukról a diákok, tehát írásban kell számon kérni a tudásukat, ezt ugye el kell könyvelnünk, hivatalos okmányként meg kell őriznünk, ugyanúgy, mint a fél évente kötelező ellenőrző dolgozatokat is. Ami viszont nem kötelező, ez a beszámoló és a vizsgán való részvétel. A beszámolóra példát az előbb már ugye elmondtam, a felsőfokú szakképző intézetben ezt a tárgyat beszámolóval zárják, a középiskolában csak egy évvégi összesítő értékelést kapnak erre. Választhatják a diákok az állami összesítő vizsgát. Nem sokan élnek ezzel a lehetőséggel. Milyen tankönyveket kapunk az államtól? A tankönyvek természetesen államnyelven, azaz ukrán nyelven íródnak és juttatják el a középiskolák számára. Ez ugye nehézséget okoz, hiszen diákjaink még középiskolás szinten is nagyon sokszor bírálják is ezért a magyar iskolákat. Jelenleg most éppen ez a tendencia az ukrán minisztériumban, oktatási minisztériumban, hogy a magyar nyelvű középiskolákban az ukrán nyelv tanítását ugye fokozni és emelni kell, mert nem beszélnek a magyar gyerekek ukránul. Valószínűleg ez a legégetőbb probléma jelenleg nálunk. Tehát mi az, amit tudunk tenni? Először is hadd nevezzem meg a tankönyv íróját, a gazdaságtan tankönyvet a Harkivi Egyetem közgazdász professzora írta, több kollégája segítségével, és az előbb említettem a Chmelnyickyi tanárnőt, aki a gyakorlati feladatokat állította össze. Mindkét irodalmat szükséges fordítani. A gyakorlati feladatokat kénytelenek vagyunk megiratni, tehát ezt mindenképpen le kell fordítanunk. A gazdaságtankönyvet, hogy ennek a hiányát pedig részben fordítással, részben pedig különböző magyar nyelvű, leggyakrabban főiskolai egyetemi jegyzetekből összeválogatott anyaggal próbáljuk meg pótolni.
Gazdasági ismeretek, már sok előadó hangsúlyozta előtt, ami rendkívül fontos és egyfajta átmeneti tárgyként is funkcionál, nagyon sokféle tantárgyal van kapcsolatban, ebből kettőt emelnék csak ki. Miért pont ezt a kettőt? Ennek nagyon egyszerű magyarázata van, ezt a kettőt én is tanítottam. Földrajz történelem szakosként nem csak közgazdaságtant, hanem még jogismeretet is tanítottam a diákoknak, mert ehhez meg a történészek értenek a legjobban, hiszen a jogászok azok nem fognak eljönni egy 0,5 század állásba megtartani egy órát. Ugyanez jellemző a közgazdászokra is, akik szintén nem fognak heti egy óráért vállalni iskolai órákat, úgyhogy ezt, mivel kötelező tárgy, valakinek tanítania kell. Így a tanárok képesek arra, hogy mindent megtanuljanak, ezért mi is megtanuljuk ezeket a dolgokat, és megtanítjuk jól a gyerekeinknek is. Tantárgyi versenyekről nagyon sok szó esett, már eddig is. Én az ukrajnai állami tantárgyi versenyt emelném ebből ki. Itt milyen nehézségekkel találkozunk. 4 szintű a tantárgyi tanulmányi versenyünk közgazdaságtanból. Ebből az első szint az iskolai, ahol a tanárok által összeállított feladatsor szerint dolgoznak a diákok. Ez még különösebb problémát nem okoz. De a második szinten, ami vagy járási, vagy városi szintű verseny, attól függően, hogy éppen hova sorolódik az adott oktatási intézmény, már ukrán nyelvű feladatokkal találkozunk, amelyet nem fordítanak le, viszont lehetőséget adnak a magyar középiskolákban dolgozók számára, hogy a versenyfeladatokat a verseny megkezdése előtt bizonyos idővel, 1-2 órával korábban felbontják, és ekkor mi lefordíthatjuk a diákjainknak. Hát nem megy zökkenőmentesen, mit mondjak. Elég komoly feladat olyan szakszöveget fordítani, ami nem teljesen a földrajzosok kompetenciája. Megyei, illetve országos szintű versenyeken szinte kizárólag az ukrán nyelven tanuló diákok jutnak már tovább. És végül köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm azt is, hogy itt lehettem, és gratulálok a szervezésért a szervezőbizottságnak.